Úgy tűnik, súlyos büntetőügyekben nem hiába mondják, hogy a bizonyítási eljárás során végül ki kell derülnie az igazságnak. Ezt maga Németh Győző, a Kozma ügy másodrendű vádlottja is megerősítette, igaz, sajátos módon. Úgy fogalmazott ugyanis, hogy mostanra állt össze benne a kép, hogy ott, a lokál előtt, azon az estén a fekete ruhás srácot megszúrta. Ezzel bevallotta, hogy ő szúrta vesén Iván Peszics kézilabdázót 2009. február 8-án hajnalban a veszprémi Patrióta lokál előtt. Vallomása szerint, amikor a lokálból kiért az utcára, boxoló állást vett fel, mert a magas csikos pólós, azaz Marián Kozma, támadólag ment állítólag felé. Mint elmondta, mégsem csaptak össze, mert elkeveredtek egymástól, viszont szemben találta magát két másik támadóval. Az egyik egy, idézem, magas fekete ruhás srác volt. Németh Győző ekkor, mint elmondta, előkapta jobb zsebéből a kését, és jobb kézzel egy félköríves kaszáló mozdulatot tett a támadói felé. Németh Győző, akárcsak úgy, mint Raffael Sándor korábban, az elsőrendű vádlott, halálfélelemre és önmaga védelmére hivatkozott. Azt mondta, hogy néhány éve Székesfehérváron szívtáji szúrást kapott egy alkalommal, és akkor nem sokon múlt az életben maradása. Mint mondta, ez a félelmetes emlék ugrott be neki, és ezért kapta elő kését védekezéskép. A szúrás motivációjaként említette azt is, hogy valaki látott a földre zuhanni a közelében, és nem mozdult a test, viszont kiabálást hallott, hogy leszúrták. Ő akkor azt hitte, hogy Csoki barátja fekszik a földön, azaz Raffael Sándor. Azt mondta, lelkiismeret furdalása van Marián Kozma halála miatt, és azért is, mert barátja Raffael Sándor az ő, úgymond balhézása miatt került a bíróság elé. Németh Győző azzal magyarázta akkori tettét, hogy benne lényegében két személyiség él. Egy békés, az amikor józan, és egy indulatos agresszív, az amikor alkoholt fogyaszt. A tárgyalás bizonyítási eljárása hamarosan befejeződik, és ezek után megkezdődnek majd a perbeszédek, és így véget ér nem sokára a per első fokon. Köszöntöm a stúdióban dr. Hermeci László ügyvédet. Ügyvéd úr, ugye sértetti jogi képviseletet lát el a perben, a Kozma család képviselője. Hol tart most az ügy? Ugye azt mondjuk, hogy már a bizonyítási eljárás befejeződött, egyre érdekesebb fejleményekkel persze. Most kaptunk értesítést. Pénteken az ügyészi vádbeszédre kerül sor, és sértetti képviselőt nyilatkozhat, és tegnap délután e-mailbe értesített a bíróság, és ahogy én számolom, a védőbeszédek ugye ezután következnek, nyilván a jövő héten, tehát én azt hiszem, hogy júniusban a tanácselnök úr ítéletet fog hírni. Igen, tehát akkor még az ítélkezési szünet előtt lezárul ez a... Szinte biztos, hiszen ha lezárja a bizonyítási eljárást, és igen, a perbeszédek megtörténnek, utána már ugye tanácskozik a bíróság, és ez, az szinte biztosnak számít, hogy ha valami nagyon rendkívül nem jön közben, akkor ítélkezési szünet előtt. Ezen közben önök a keresetüket benyújtották. Igen, akkor nézzük a sértetti képviseletet ebben az esetben. A mai nap nyújtottuk be, tegnap este érkezett meg a Marián Kozmának az édesapja, a Péter Kozma, és a lány testvére Alexandra, és tegnap késő estig, éjszakáig a Budapest irodában még pontosítottuk az ő kérésüknek megfelelően, hiszen ebbe az ügybe ugye nagyon sokat segít a kapcsolattartásban a Magyarország Romániai Nagykövetsége. Ők hitelesítenek meg hatalmazást, lefordítják, amit írok, hogy mi történik a perbe, és kiküldtem a keresetlevélnek a tervezetét, és még hozott át a idősebbik lányától egy meghatalmazást, és tegnap véglegesítettük, és ma tulajdonképpen találkoztunk is Veszprémbe, találkoztunk a klub vezetésével is, és be is adtuk tulajdonképpen a keresetet. Mit lehet tudni belőle, mi az, amit nyilvánosságra hozhat? Hát ugye itt a kártérítési keresetet. Bármit nyilvánosságra hozhatok, hát miért nézzük akkor, nem, milyen igényei vannak ez a családnak. Itt azért előre szeretném bocsájtani, hogy nem az lesz a perbeli igény, amilyen kár érte ezt a családot. Szóval
azért Marian Kozma Európa és a világ egyik legjobb beállós kézilabdázója volt. Tehát azt mondta... Nagy jövő állt előtte még. Nem csak azt, hát 26 éves, még volt 10 éve hátra. Na most én nyilván kértem ebben szakvéleményt Mocsai Lajos útról, aki azért azt gondolom, hogy nem kell az ő szakértelmét bemutatni. Beszéltem a klub első számú vezetőjével és ma, és aki, mikor megkérdeztem, hogy mennyire adta volna el a klub, a Veszprém, mondjuk a Barcelonának, mert érdeklődtek nagyon neves külföldi csapatok iránta, mennyire adta volna el, hiszen még a szerződése a halál után évekig szólt 2012-ig, azt mondta, hogy semennyire nem adtuk volna el, mert azt, amit ez a fiú tudott, az senki nem tudta. 2 méter 11 cm magas volt, ha fölment, felemelt a kezét, 2 méter 80 cm volt a keze ennek a kézilabdázónak. Egy jó reflexű, erős fizikumú, és tehát óriási sportkarrier állt előtte. Azt mondta az édesapja, hogy hát azért úgy próbáljuk megállapítani ebben az ügyben a vagyon és nem vagyoni kárt, hogy az ő fia teljesen normál körülmények között, csak ugyanilyen teljesítmény mellett éves szinten legalább 200 ezer eurót tudott volna keresni, ez 10 év alatt 2 millió euró, lehet szorozgatni, hogy ezek az emberek a felelőtlenségükkel, ezzel a borzasztó dologgal mit csináltak, tönkretették ezt a családot. Az édesanyja, még a idevalók még a szemére is ráment, alig látsz, szinte csak azért jön ki a Bukarestbe a lakásba, hogy elmenjen a temetőben naponta többször, de egyébként képtelen feldolgozni. A két lány testvér, még ugye Péter Kozmoz, aki tartja ott a környezetében a lelket, de mondom, tehát itt ugye ilyen a magyar jogtörténetben még nem volt, hogy egy Európa hírű sportolót. Na most tehát a bűncselekmények krónikájában ilyen nem volt, de ilyen még ez nem hangzott el, de a mai iktatott keresetlevélben a szülők, édesanyja és édesapja kártérítés igény az 100 millió, 50-50 milliós nagyságrend, és a két lány testvére az 25-25 millió, ami ugye egy 150 milliós nagyságrendű kereset. Több alperese van, ugyanis én azt gondolom, hogy ezek a vádlottak, ezek szándékegységben bántalmazzák már lenne a bárban is, és én azt gondolom, hogy Marian Kozmát azért tudták megölni, vagy tudta megölni az elsőrendű vádlott egyébként orvul támadva, mert annyian támadták, és olyan túlerőben voltak. Ő sportember volt. Ő arra nem számított, hogy őt orvul valaki meg fogja szúrni. Szóval azért most ugye a sajtóból is tudja mindenki, hogy van egy beismerő vallomása, igen, és most már az elsőrendűnek. Az elsőrendűnek is, és ugye most itt hogyne, a másodrendű a végig, vádlott is ugye, már máshogy ugye, beszél, mint ugye kezdetben. Tetszik emlékezni rá, amikor azt mondtam a Olasz Liszkai ügyben, hogyha sokáig hallgatom a vádlottakat, akkor azt hiszem, hogy öngyilkos akart lenni. Igen, mert ugye senki nem. Ugyanazon most is, hogy annyira féltem, meg beleugrott a késbe, meg ugyan már, megint ugyanazon, sokan voltunk, erősek vagyunk, azt csinálunk, amit akarunk. Ebben az ügyben ugyanaz történik. Borzasztó körülmény, azzal, hogy Szögi Lajos védekezni se tudott, ez egy erős, jó reflexú fiú volt, voltak társai, mégis megölték. Viszont azért egyre több részlet kezd előjönni, ugye itt most már Német Győző vallomásából idéztünk az imént, tehát hogy ő megszúrta Iván Pesicset. Tehát igen, azért magyarul, itt már kiderülnek a tények. Nem csak egy embernél volt ott kés, volt ott másik embernél is kés, ugye? Hát persze. Hát ugye a tehát már, amikor odaérkezik a több mint 20 fős társaság, ők balhét csinálni jönnek, oda belekötnek a békésen szórakozó sportolókba, és nagyon komoly bántalmazást szenved már lent is Marian Kozma. Felmenekül, utána mennek. Mondjam azt, hogy a bizonyítás adatai szerint a szemtanúk, védett tanúk elmondják, hogy a már halálosan megszúrt. A halálosan megszúrt Marian Kozmában még a földön azért belerúgnak a hátába meg a fejébe, kettőt-kettőt ezek a vádlottak, ennek a leendő pernek az alperesei. Tehát ez egészen borzasztó, és én azt tudom mondani, hogy ha szándékességben bántalmazzák Marian Kozmát, akkor ők egyetemlegesen felelnek a polgári perbe is. Na igen, erre akartam kitérni, ugye, hogy ki az, aki nem csak az lesz alperes, teljesen nyilvánvalóan, nem csak az lesz alperes,
ebben a perben, aki a halálos szúrást leadja, hanem aki segítséget nyújt ahhoz, hogy ezt az ölési cselekményt véghez lehessen vinni. Majd ők egymás között eldöntik, hogy hogyan óhatják a kártérítési felelősséget. Egymás között. Mikor kezdődhet el a per, mert ugye a büntető eljárás még zajlik, az első fokha lezajlott? Na most én a, ugye a büntető eljárás során sértetti kárigényt nem érvényesítek. Ezt én nyilván, mint sértetti képviselő, nyilatkozni is fogom a tanácselnök úrnak, be fogom csatolni ezt a keresetlevet, ez egy a Veszprémi megyei bíróságon iktatott keresetlevél, a polgári bíróság majd eldönti ennek a ügymenetét. Nyilván tanúként kérek meghallgatni olyan szaktekintélyeket, mint Mocsai Lajos úr, aki tudja, hogy mi volt ennek a fiúnak a sportolói értéke, azon kívül az emberi magatartásáról is, ugye a klubelnöktől kezdve tudnak nyilatkozni, és a környezetének a támogatásáról is. Tehát ez egy széleskörű bizonyítás lesz, ami megkezdődött azzal, hogy benyújtottuk a keresetlevet. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Én is köszönöm a lehetőséget.